mai katerkázás két okból is rendhagyó. Először azért, mert ma nem kocsmában vagyunk, hanem itt az én otthonomban, és itt beszélgetünk, és másodszor pedig azért, mert francia vörösbort fogunk inni, ha megengeded. Hát meg vagyok tisztelve, köszönöm. És ez azért rendhagyó, mert tulajdonképpen olasz bort kellene innunk. Ha jól tudom, te ugyanis a Verdi falstaffját próbálod jelenleg. Igen, igen. Ennek az előkészületében élek most, és naponta dolgozom ebben a csodálatos remek művel. Ott tulajdonképpen elmondom, nem is biztos, hogy olasz bort isznak, hiszen az cselekmény azt Windsorba játszódik. Na igen, és van egy Xeres nevezetű édesített görög borról van szó. Hát ez csak mellékesre egy kitérő. Édesített? Hát igen, valahogy egy kollégám utána nézett, hogy pontosabban. Mindig un altra bottiglia di Xeres. Ez van egy ilyen szöveg, és mindig azt kér. Kivéve amikor átázik a csatornában, amikor a hölgyek bedobják a kosárról együtt, akkor forralt bort kér. Vino di Caldo, akkor igen. Igen. Nem mindenféleképpen. És ott van egy nagyon érdekes mondása, amelyet az előbb itt megemlítettél. Ez tulajdonképpen filozófia. Igen. Azt énekli, nem tudom, hanyadik felvonásban van. Harmadik felvonásban, amikor ugye teljesen sötéten látja a helyzetet, mert őt, mint a lovagság és a nagy erények és utolsó nagy képviselőjét, őt egy kanálisba dobták és csúful meghurcolták emiatt, és egyre mélyebb hangulatba mindig azt mondta, hogy tutta declina. Tudta deklina. Igen, minden hanyatlik, ez a magyar szöveg. Na most ez abban a pillanatban kicsit komikusnak hat, ez a rendkívül tragikus mélysége, de ahogy ismerve Shakespeare-en keresztül Bojtónak a csodálatos szövegkönyvét és Verdinek a filozófiáját, ennek egy sokkal átételebb értelme van, és ezek mindenkorban helytálló. Na most nem az, hogy mindenkorban minden hanyatlik, hanem általában az embereknek ez az érzése, hogy megy lefelé a dolog. Akkor a lovagi világ, és az erény, és a hősiesség, bálvány, az idol az vezetőbe. És hát sajnos ez mindenkornak megvan maga. A matam jelenkorról ne is beszéljünk, hát szóval minden hanyatlik. Hát most akkor az első kortyot ígyük arra, hogy ez a lényegében Shakespeare-i mondás, mély dolog, hát ne legyen igaz, bár hát nehezen tudok én, hát író nehezen tudok neki Inkább az, hogy legyen erőnk ahhoz, hogy ezt kivédjük. Hogy kivédjük és megfordítsuk. Nagyon szépen köszönöm a meghívást először is. Köszönöm, Stenétes. Elég hosszú út volt, még ide eljutottál, hogy a falstaffot dirigálod. Dobosként kezdted? Igen, igen. Esetben zongorázni tanultam. Na jó, hát ezt természetesen. Hiszen édesanyám és nevelőapám az operába dolgoztak, és talán számomra ez volt a beteljesülés csúcsa gyerek fejjel, hogy kivételesen nem mozdonyvezető és középcsatár akartam lenni, hanem először mindegy, csak benne a színházban. Elképzeltem magam énekesnek ebbe a szerepkörbe, abba a szerepkörbe. Aztán az, hogy hangszert tanultam, és zenekari hangszert, kizárólagosan zenekari hangszert, ami nem szóló, mert hiszen a dobolás, a cintányírozás, a xilofon, a harangját, minden, amit ütni és csilingelni lehet, igen, azt tanultam, az önmagában nem áll meg, kizárólag zenekarban van szerepe. Igen. Ez rájelentett a zenekarra a figyelmemet.
És egyszer ez az opera és az operákkal az zongorázása és a zenekarban való ütőhangszerjáték, ez a kettő sodorta. Egyszerűen nem volt más választásom, csak ez. Nem is értek máshoz, nem is érdekelt semmi, mondjuk ami a szakmákat illeti. Minden másra kísérő jelenség. Hát természetesen minden művészetnek, meg munkának van egy közvetett célja, az emberek, család és nemzet és felé. Természetesen, de mint foglalkozás, semmi más hobbi nincs. Csak a saját, amit csinálok. Hány óra munkát jelent naponta a próba? Hát az változik. Tulajdonképpen minden napom teljes. Általában két próbám szokott lenni egy nap, mert három munkahelyem van. A operában dolgozom, a Liszt-Ferenc Nemzeti Főiskolán, és szeptembertől pedig a Győri Filharmonikus Zenekarok a vezetője vagyok. A zenei vezetője. A főiskola közül, ami a leg bőven magyarázatot kíván, ott több tantárgyat tanítottam már, először a zenekari stúdiumot, a zenekari gyakorlatát a fiatal hangszereseknek. Aztán egy hirtelen kanyarral pedig a vokális tanítás felé vetett a sors, akkor úgy szerveződött át, hogy akkor azt éppen akkor az igazgatói székből, opera igazgatói székből búcsút mondom, Mihály Andrást tették a helyemre a főiskolára, ahol én tanultam, és nekem viszont át kellett menni egy másik tanszakra, amit nem bántam meg, sőt, nagyon is örültem neki. A opera tanszakon, opera és ének tanszakon tanítok énekeseket szerepgyakorlatra. Ezáltal tulajdonképpen karbaton tartani a zongorai tudásomat is, nagyon szeretek zongorázni, és zongora mellett tanítom szerepekre a leendő opera énekeseket. Akik most jelenleg a színházban vannak, mert hiszen 82 óta tanítom ezt a tanszakot, operázi tagságnak 50-60%-a van, ahol nevendéken volt a jelenlegi tagságnak. Szóval visszatérő a kérdésre, hogy mennyi órát jelent, nem is az a lényeg, mert amikor ember már dolgozik, akár próbált, akár előadást, vagy hangversenyt, akkor már az, amit az aratás, learatja azt, amit vetett, amit tanulni kell. Sokkal nehezebb, mert jött is számomra fárasztóbb az a itt-ott eltöltött fél óra, óra, több óra, amikor tanulok. Az egy rendkívül intenzív valami, amikor az ember a hangjegyeket úgy próbálja bememorizálni, és olyan belső hallással olyan képet és olyan zenei fogalmazást próbál kialakítani, többszöri elolvasás. El kell olvasni akkor, tehát mint egy könyvet. Igen. Egy idő után, és az emberben meg is szólal. Szóval egy idő után kialakul egy olyan belső hallás, ami ahol az ember szint, kifejezést, hangmagasságot, akkordokat is hall. És látod is? Igen. Opera esetében látod a jelenetet? Hát legalábbis elképzelem. Elképzelem, és sokszor cselekményhez kötök egy-egy harmóniai fordulatot, vagy pedig egy lelkiállapot fordulás, például, hogy miért vált itt most akkordot, miért fordul már sötétebb hangnembe. Mondjuk, ha nem is szinkronban van, mint a balett egy-egy mozdulattal, de feltétlen azt az ember dramaturgiai elképzeli. Mert tulajdonképpen én teljesen zongora nélkül szoktam tanulni. Sokkal szabadabban tud az ember fogalmazni. És valahogy... Mások nem? Vagy nem mindenki? De azért többnyire. Igen? Olvassák és igen. Megjelni. Egy párszor szoktam zongora, mert amikor nem nagyon hallott, nincs hallási auditív élményem valamiről, akkor és a zongorával és lepróbálom játszani, vagy lejátszom azt, amit leírt a szerző. Vagy Isten bocsánat, és egy pár előfordult, bár ezt a módszert nem szeretem, hogy egy felvételt hallgatok meg valamiből, amit
Mert ha ember úgy tanul meg, akkor már akkor nem az jön ki belőle, hogy tájékozatásképpen halljon meg, hanem az a bizonyos felvétel befolyásolja őt a zenei fogalmazásba, és akkor az automatikus el is átveszi. Most nem, hogy az emberek egyéniség legyen, és akkor bármit csinálhat, de vajon az embert a szabad fogalmazásban megköti, hogyha hát nagyon sok lemezt hallgat. Igen. Bármilyen jók is azok a felvételek. Ez persze nagyon érdekes dolog, mert ezt a nagy közönség, különösen hát a zenével kevesebb foglalkozó nagy közönség nem nagyon tudja, hogy mit jelent az tanulni. Azt még csak-csak, hogy a színész hogyan rögzíti az emlékezetében a szöveget, de hogy egy karmesternek is ilyen nagy, szinte verítékes munkával kell ez a munka. És ez mindig mondom, hogy amikor ennek a pályának szeretnek valami misztikus köntöst adni, hogy az ihlet és a hozzáállás és a szuggesztió és a hipnotikus ízék, mindenfajta vad mozdulatok és a nagy közönség tulajdonképpen a számomra nagyon vonzó és jó sorozva a Karajan filmekből, és csak azt veszi észre, hogy kavarja meg előtt a levegőt, és behúnyja a szemét, és izzad, és mit tudom én, és hogy hát igen, hát ilyen bűvöletbe tartja a zenekat. Emögött véresen komoly sok munka van. És ez inkább a filmszerűség az ilyesmi. És ez, aki erről az oldalról közelít meg, hogy hatás és látvány, az hasonló ahhoz a tüzérhez, aki előről tölti a ágyút, hamarabb tud lőni vele, hamarabb kiér, csak nem visz messzire. Plotty leesik. Szóval mellesleg visszatérve a Karajánra, én még a megboldogult Fenicsébe, Velencébe volt alkalmam egyszer, amikor ott ösztöndíjasként tartózkodtam fiatal koromban, látni a zenekarával, és élőadása nem csinál semmifajta, és nem csinált szegény semmifajta a hókusz-pókuszt és filmszerű hatásosságot. Ő nagyon nagy showman volt is, és egy rendkívül sármos valaki, aki nagyon adott arra a közönséggel való kapcsolatra, és ezt tudta csinálni. De akkor úgy ütött, és olyan érthetően és faxnimentesen dirigált, hogy a mesterség a fontos, és másodszorban jöhet az ihletettségbe. Hiába van ihletem, hogyha az kézzel és technikai eszközök nem tudom kifejezni. Igen, tehát a próba itt is az a lényeg, hogy mikorra már odaáll a zenekarral együtt a nyilvánosság elé, addigra már ezerszer el kellett egy-egy részletet próbálni. Igen, és tulajdonképpen Toscaninnal is ez van, akit egyébként nagyon nagyra tartok, hogy ott a munka, ott a teljesítmény a próbákon alakult ki. Mert ő már ott nem nagyon integetett be, és nem nagyon bűvölt előadáson, hanem csak mint egy kizárólag taktírozással rendel a szentről erőteljesen, és szeretett, hogy mögötte egy olyan töltés áll, ami bármikor kilobbanhat és kézbe tartja az egész zenekart. És elég egy szemvillanásra figyelmeztetni egy szólamot arra, amit már 20-szor megmondott, és 20-szor próbáltam, csak oda nézettek, és akkor már tudtam, hogy ja, igen, itt ezt kell csinálni. A próbákon derül ki, és a tanulás és a próba alatt derül ki egy karmesteri teljesítmény, nem pedig a attraktivitásban. Igen. Szóval akkor meg vagy elégedve, és boldog ember vagy, hogy azt csinálod, amit tudsz. Igen, kétségkívül nekem így szakmai szempontból semmi panaszra nincs okom. És azzal is meg vagy elégedve, ahogy a világgal együtt lélegzik, együtt mozdul, ahogy alakítja a világot a zene, vagy ahogy a világ befogadja a zenét. Hát az mindig változik. Hát mostanában sajnos nem a zene alakítja a világot, hanem fordítva. Érzelmektől és kultúrától való elhidegülés, és tulajdonképpen sokszor úgy érzem, hogy egyre kevesebb igény van rá. Talán nem is a nagy közönség által, hanem az államvezetők és
most nem akarok demagóg dolgokat mondani, hanem csak tényleg ami igazság, hogy tulajdonképpen egy arany fedezete egy országnak mindig a kultúra, és a tanítás, tanulás, pedagógiai munka lehet, hiszen azon nyugszik a jövőhez, megint nem nagy képviség és nem szlogen. Te valóban egy jövő a tanításon és a kultúrán lehet lemérni. És hát most egyre inkább a vállalatok, részvények, bankbetétek és egyéni érdekek vezetik a dolgokat, és mellékes volna az, hogy most nekem úgyis egy autóra van szükségem, gyönyörű az a Beethoven szimfónia, de hát azt nem tudom vezetni, azzal nem tudok, meg kaviárt akarok, meg vadászni akarok menni, hát és akkor inkább nem megyek operába, vagy nem fizetek annyit a főiskolának, vagy akár értársam, hogy azok ki tudjanak jönni. Mert hiszen a nem tudom milyen erőműnek, meg a ennek és ennek az építkezésnek nagyobb szüksége van a pénzre, mint az, hogy most kettővel vagy hárommal több tanárt fölvegyünk a főiskolára. Hát igen, még a Postabank szimfóniát nem írta meg senki. Hát igen. Nincs olyan reneszerző, akinek igen, akár csak egy Postabank szimfóniája is volna. Posta Hornsignál, szóval Posta Kürtsziel szimfóniát, mármint Posta Kürt szimfóniát írtak. Ány, de az a Kürt és nem bank, úgyhogy... Na igen, az a Posta, igen. És elég furcsa neve van, Hornsignál. Így hívják a József Haydnnak egy szimfóniát, ami a horn az Kürtet jelent. Igen. Kürtjel, vagy postakő szimfónia, Hornsignál ez a neve szimfóniának. Csodálom, hogy erre nem kaptak rá. Négy Kürt virtuóz Kürt szólamok vannak benne, mivel hát Kürtről van szó. Igen. Na hát nekem csak úgy véletlenül jutott eszembe a postában. Igen, tovább fordítok. Akármelyik másikat is mondhattam volna. Igen. Szóval akkor... Én tulajdonképpen tényleg azt, és ezt több helyen is elmondtam, hogy nem hiszek abban, hogy nincs pénz. Biztos, hogy van, hiszen láttam, hogy milyen őrült összegek vannak különböző célokra, és ilyenkor szeptemberben tényleg, hát akinek, különösen akinek gyereke van, az tudja, hogy még az elmúlt évtizedekben is az ingyenes oktatásat, az sokszor tényleg az ember kénytelen vissza álmodni, amikor valóban nem került annyira, hogy egy fizetcsomag, meg egy könyvcsomag 9-10 ezer forintból kerüljön egy gyereknek. Neked, öt gyerek apja vagy. Igen, hála jó Istennek. A legkisebb? A legkisebb 4,5 éves, az még abszolút kezdő. Hát az óvoda is költséges. Az is költséges. Szóval, igen. És a legnagyobb? 23 éves és... Zenész? Nem, ő is egyetemista, János Pannonius Egyetemre jár. Egyetlen zenész gyerekem van egyelőre az öt közül. Igen. Az szintén is dobos és zongorista. Hát akkor a hármas számú gyermekem. Tényleg, hogyha ajándékot, sok magamnak sok vagyodalmat és rosszat okoztam, de ez az öt gyerek, ez csodálatos ajándék számomra. Na hát akkor a gyerekeidre. Köszönöm szépen. Vajon ennek a mi korunknak, és most már közelebbről magyar történelmünknek megadatik-e még, hogy ezekig a magasságokig feljusson, vagy újra legyen ilyen összegző hatalmas zsenie, mint Bartók vagy Kodály volt? Mit gondolsz? Hát... Reménykedni tudok, hogy igen. Tulajdonképpen a magyar művészetnek olyannyira
nem volt igazából múltja, aminek történelmi okai vannak, hiszen amikor javába virágzott a európai kultúra és a reneszánsz, ugye a reneszánsz a görög és a klasszikus kultúrának az újraélesztését jelentette a korban, azért nevezték annak. Abban az időben, hát pont mi a legnagyobb mélyponton voltunk a török elnyomás és a török uralom alatt, ahol az is nagy dolog volt, ha egy-egy ember életben maradt, nem hurcolták el, nem pusztítottak el, és az ország egész egyszerűen még képes volt megmaradni. Igen, ám bátor, a reformáció az éppen akkor virágzott nálunk, és az ezzel a sötét korral teljesen ellentétben óriási szellemi teljesítmény, megújulás, filozófiai felvirágzás volt, és ezt erre a magyarság mindig büszke lehet. Ennek semmi vallás történeti jelentése nincsen. Nekünk tulajdonképpen először igazából a 18. század végétől beszélhetünk magyar művészetről. 19. század aztán az hirtelen igyekezett bepótolni mindent. Ennek Erkel volt a betetőzése ennek a korszaknak, Mosonyin, Ruzicskán, és akár képzőművészetben a Mányoki Ádám, Bencz úr, és a stb. Nagy romantikusokat nem említem. Nekünk még 200 év alatt kellett bepótolni, amit európai nép már több mint 1000 év óta csinált. Az egész Trecentót, azon kezdődően a gótikus zenétől, még a Gregorián hagyján, az még valahogy a kolostorokban még tovább ment, de már egy olyan korszakok estek ki a Magyarország zenei életéből, mint a Mineszenger vagy Trubadur, amit akkor egy és ugyanazt jelenti a két különböző német és latin kultúrában. És hát ne felejtsük el, hogy közben olyan darabok, olyan szerzők működtek, mint Monteverdi, és később Vivaldi, Bach, szerte egész Európában, és mi csak körülbelül 19. században tudtuk ezt pótolni, és hát óriási szerencsénk van, hogy egy utolsó pillanatban, még mielőtt teljesen a föld elnyelte volna szabályosan a magyar népdalt, ami egy hatalmas kincs, olyan, mint egy aranybánya a világon. Az utolsó pillanatban még Kodály és Bartók lenyúlt érte, és fölvette. Ha csak 20 évet várnak vele. Igen, már akkor nem. Már a világháború miatt, akkor már sokkal nehezebb lett volna. Ez a gyűjtés a századfordulón kezdték. És hát olyan csodák születtek most, nem csak a Hárit, meg a Székelyfonót, meg Bartóknak, meg a népdal fellogozásokat, de amiből az ő utazások alapján... És ma mi van az ezzel a kincsel, amit ők felhoztak a mélyből? Ezt életben tartjuk, muszáj. Muszáj, különösen Kodálynak a zenéje az, ami kifejezetten erejét. Magyar. Ami kifejezetten magyar. A zenét azt hiszem mindig minden formájában megszállott emberek művelik, akiknek az életük, sőt a teljes életük ez, és hát például a népzenét, a népdalt, a kórus művészetet. Azt mindenféleképpen, ahhoz egy megszállottság kell a népzenének az élettöben tartásához, mert nem sokszor hálás és kifizetődő feladat. A magyar zenét mindenféleképpen életben kell tartani. Két klasszikus imádságunk, a Bánkbán és a Hunyadi László. Egy erősen számomra döbbenetes dolog volt most ez év március 15-e előtt, mikor kiderült, az operában híre járt, hogy március 15-én évtizedek óta most nem a Bánkbán megy, hanem a Bartókok. Mégis magyar megyem. Azzal nem tudok nevet, hogy ki, hogy valahonnan felülről az értésre utazás, hogy a kormány már unja a Bánkbánt.
Most ezt én valakitől hallottam, de ezért felelősséget vállalok, mert ez valóban így volt, és valóban hosszú évtizedek után, amikor ugye hát minden színház, akár nemzeti, akár opera, bácsőzőként a Bánkban ment. Operába Bánkban, Erkelbe a Hunyadi. Igen. Hunyadival ember is volt, az ment is az Erkelbe. De a nagy, nagy nemzeti fogadáson, a nagy kormány ünnepségen, a Bartókok mentek, amik nagyon jó darabok, de hát egy kék szakáll... És melyik Bartók? Hát a háromból csak kettő, a kék szakáll, meg a mandarin. Az egy csodatos művek, de nem követem magyarázsággal foglalkozó, és nem hangzanak el benne azok, ahogy mondjuk Tiborcz panaszja, amiket valahogy minden... Pont úgy, mint a Tutta Declina, amiről beszéltünk, hogy... és aki 100 meg 100 000 tagból bírálja a részen, annak itt a sors garastra bolni kényszerít. Meg ezek a mondatok, amit Tiborcz mond, ez benne van a operában is, meg a zenésében, szóró-szóra szinten, hát a szövegek. De nem hiszem, hogy ők tudják, hogy ez ennyire benne van. Csak ők azt tudják, hogy a Bánkban egyenlő a hazám hazámmal, az meg vagyok van Csépelbe, és kövés, hogy hazám meg, magyar hazám meg. Szóval ez nekem furcsa volt, és voltak éppen nem is merem remélni, hogy ez csak egy vagy két embernek, és nem az egész vezető testületnek a határozata volt ez. Persze, nyilvánvalóan nem tudott róla mindenki, és hát jó nagy adag butaság kell egy ilyen dolognak egyáltalán a kimondásához. Hát lehet, hogy el se rendelték, lehet, hogy valami önkéntes szókkal eltűség. De az tény, hogy nem a Bánkban ment. De tény, hogy nem a Bánkban ment. Igen. Igen, hát ez így gyűrűzik. Valaki feltételezi, hogy XY ezt gondolja, és kedvében akar járni, és már a szolgalelkűség cselekszik is. Bocsánat, hogy tüsszentettem, ugye? Csehov. Hát igen, a drámairodalomban is benne van minden, mindenre kapunk választ, hogyha nyitott szemmel olvasunk, vagy hallgatjuk a zenét. Tehát október 12-én lesz a Falstaffnak az első szereposztásnak a premierje. És tulajdonképpen én így a Mozart és Verdi két arany oszlopa mellett érzem védve a zenei működésemet. Most olyan értelemben, hogy ez kimeríthetetlen táptalaj. Kifogyhatatlan. És hogyha Mozartot és Verdit vezényelek, valahogy úgy érzem megtisztulok, mert embernek minden más sallangtól, rárakodott hinártól, mocsártól, piszoktól az ember lelkét és agyát valahogy megtisztítja. Önkontrolla neveli. És a mindkét szerző több oldalról körüljárható az a jelenet, az a cselekmény, az a szereplő. Mozartnál, és hát a varázsfalat hányféleképpen lehet értelmezni. Ugye ezt kiesenek a rendezők, és hihetőbb ötletekkel meg is valósítják ezt. De van, amelyik nagyon jó. Hát a Ponell az csodálatos. Meg a nagy svéd rendező, Ingvar Bergman csodálatos filmet csinált a varázsfalából, de vannak aztán mellékfogások is. A szöktetésnek az Ozmin figurája. Kicsit hasonló a Falstaffhoz, csak gonoszabb, de mégis emberileg neki is igaza van. És Falstaff is tulajdonképpen egy hatalmas egyéniség, és ő mondja a végén, hogy hiába nevetek ki engem, és hiába van igazatok, hogy én ilyen meg ilyen vagyok, de az egésznek, a városnak az életében én vittem bele a mozgalmasságot és a színt. A megszokott szürke hétköznapokban én valamit fölkavartam. És attól vagytok most boldogak, hogy abban benne voltatok, és most engem minden kozóját igyekeztek nevetségessé tenni, és semmivé fogalmazni. Hát igen, akkor eznek a bemutatónak tulajdonképpen ez adja az aktualitását, hogy benne az egyéniség, talán sokszor szertelen egyéniség, megküzd a konformizmussal. Igen. Mi nem tehetünk mást, mint üdítsük poharunkat. A szürke középszerűség ellen az egyéniségre, ugye?
Hát ez, ha Falstaff, Falstaff. Ilyen az egyéniség.